Április 30-án játszotta az előző idény utolsó bajnoki meccsét a Nyíregyháza, az új szezon pedig majd októberben kezdődik. Szerdán azonban már edzésbe váltak a cápák, pontosabban azok a magyar játékosok, akikkel számolhat majd Pető Ákos vezetőedző, akinek munkáját a spanyol Alberto Ona segíti a jövőben. Bazsó Bruno, Mokánszki Máté, Kis Benedek, Szobi Dániel és Vaskó György maradt a keretben. Új játékosnak számít a 3 év szünet után visszatérő Fazekas Csaba és a Székesfehérvárról érkező Kass Balázs. Próbáltunk frissíteni egy kicsit a magyar állományon. Ugye voltak, akik már nem szerettek volna maradni, voltak, akikkel mi nem szerettünk volna folytatni a közös munkát, viszont azt gondolom, hogy összességében erősödött a keretünk, már csak azért is, mert egyet több légióssal tudunk kezdeni, illetve sikerült Fazekas Csabát is hazahoznunk, aki szerintem egy komoly játékos múltán rendelkezik már fiatalkora ellenére, úgyhogy azokkal a magyarokkal, illetve ezzel a légiós kontingensen kiegészülve, én bízom benne, hogy jobbak lehetünk, mint tavaly. Bár a játékosok mindegyike mozgott a nyári szünetben, Pető Ákos a fokozatosság elvi szem előtt tartva állította össze a felkészülés programját. Ez ilyen csonka hét, egy kicsikét, hogy el tudjuk kezdeni a munkát, tehát ráhangoló jellegű. Napi egyedzéssel kezdünk a héten, illetve jövő héttől azért már a napi 2 előkerül, és az egy kicsikét erősebb hét lesz, és az utána héten már teljes csapattal, tehát a külföldi játékosok is csatlakozni fognak hozzánk. Arra kell figyelnünk, hogy a kosárlabda megigényel speciális mozgásokat, felugrás, leérkezés, abból fordulások, megindulások, azokkal kell óvatosan bánni, tehát arra kell felkészíteni a játékosokat. Jó formában jöttek amúgy vissza most a teszteket, és megcsináltuk, tehát abszolút nincs senkivel probléma. Viszont ez, hogy az agyuk is idegrendszerük hozzászokjon ehhez, illetve újra felvegyék ezeket a mozgásokat, ez a nehéz, ezekkel kell egy kicsit óvatosan bánni az elején, viszont amikor ez már visszajön, utána lehet őket komolyabban terhelni. A szegedi nevelésű Kass Balázs nem pihent nyáron, az úszas válogatott tagjaként az Európa-bajnokságon képviselte a magyar színeket. A szegedi nevelésű kosaras 5 évet játszott Székesfehérváron, ahol együtt dolgozott Pető Ákossal. Az 1-es-2-es poszton bevethető játékos elmondta, hogy miért fogadta el a Nyíregyháza ajánlatát. A játék lehetőség miatt főleg, tehát a Fehérvár megadott úgymond mindent, igazából a játék lehetőségen kívül tényleg mindent, de úgy gondolom, hogy ugyanezt meg tudom kapni itt is, és Ákosban bízok, ő is, remélem, hogy bennem is, és a játék lehetőség főleg emiatt. Már összeállt a csapat felkészülési meccsének programja. A cápák oda-vissza játszanak majd egy szlovák csapattal, aztán szeptember 2. hétvégéjén rendezik meg a Sitkó Ernő emléktornát. A bajnoki rajt előtt még a Debrecen és a Honvéd ellen is pályára lép Pető Ákos együttese.